Én azért... Te pedig? Azért én azért gyává voltam. Tehát én annyira szerettem volna mindig jóban lenni a világgal, és annyira próbáltam alkalmazkodni mindenkihez. Voltam csöves is, meg digó is, tehát hogy minden legyek, azért senki ne közösít senki. Jaj, de és akkor így, tudod... Szeretetre vágytál, életem. Szép langyos átment. És nem jó, tehát én másképp csinálnám most már. Hát, okay. Meg másképpen, bátrabban élném az életemet. Igen? Bátrabban. Hát még nem késő, még élsz, csak szólok. Ja, várjál! Milyen lenni? Nem mondtátok, hogy azt hittem, hogy a nekrológomat meg kell fogadni. Nem. Nem, szóval, de főleg az a kamaszkori, meg hát a kamaszkori lázadások. Hát nálunk otthon ez sajnos, főleg apám miatt ez nehéz volt. Tehát nem tudtam vele lázadni, mert ugye... De akartál? ...az ajtót, és akkor nem tudtam. De akartál lázadni? Legalább vitatkozni szerettem volna. Vitatkozni, ütköztetni érveket. És ezt az ember a szüleitől tanulja meg, és ez tök jó dolog, ha tudsz vitatkozni, nem beszekedni, vitatkozni. Na, sajnos nem tudtam, nem adott rá lehetőséget. Anyámmal meg nem volt miért.